Izgatottan várták az ajándékokat a gyermekosztály betegei. A dobozokban érdekes játékok és hasznos ruhaneműk is sorakoztak. Mindenkit nagy várakozással töltött el, vajon mit is rejtenek számukra a meglepetés csomagok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőr főkapitánysági és szervezeti egységei már évek óta hagyományosan gyűjtenek gyermekek számára karácsonykor olyan ajándékokat, játékokat, amelyeket elsősorban a dolgozóinknak a családjai gyűjtenek össze, és ilyenkor keresük fel azokat az intézményeket, ahol többnyire a gyerekek nem családban vagy családtól távol töltik el a karácsonyt. Ezt ide letesszük, Anti. Én neked ki kell venni az autót. Ki kell venni? A gyerekek nagy örömmel bontogatták ajándékaikat. A meglepetés sokat jelent nekik, mivel a gyermekosztályon most is több olyan kis beteg fekszik, akiket az ünnepekre sem tudnak hazaengedni. A bent maradó gyerekeknek biztosan nagy öröm az, hogy kaptak játékokat, amivel elfoglalhatják magukat, és így gyorsabban telnek a kórházban is az ünnepi napok, amit kénytelenek itt tölteni. Mindig örülünk annak, hogyha valamilyen ajándékot kapunk, de ez így karácsony környékén még kifejezettebben érvényesül. A megyei rendőrfőkapitányság jótékony akciójához 2 éve csatlakozott a NAV Vám és pénzügyőri igazgatósága is. Idén közösen lepték meg a kórház gyermekrehabilitációs osztályán fekvő kis betegeket is. Továbbá ellátogattak a Nyírszőlősi és Sóstuhegyi otthonba, ahol szintén ajándékokkal lepték meg a nehéz sorsú gyermekeket.